És tart, elindult a 2024-es BBAG Magyar Szent Léger 2800 méteres távon. Közepesnek tűnik a kezdő tempó, Szulejka színei tűnnek fel ott a frontban, de hát ő sem diktál erős iramot mellette, Laká mögöttük Bocsi, aztán érkezik Kusztódián. A favoritok egyelőre talán egymást is figyelve a középmezőnyben, Csiki Boly van a legelőrébb, nagyon erősen púlozza a Flying Aquangel, akivel rendszerint azért szoktak menni helyből, ezúttal úgy fest, hogy nem ez lesz a taktika vele kapcsolatban. Kocog mellette Tunézia, mögöttük ugyanezt teszi Tervelhen, és Aurora Muzika nagyon-nagyon lassan ott a hátsók, miközben azért a frontban egy nagyon picit fokozza az iramot Szulejka, és megpróbál egy kicsit talán nagyobb előnyre is szert tenni Lakánnal szemben. Bocsi továbbra is a harmadik, na Kusztódián zárkozik, egy kicsit most már azért a hátsók is felgyorsultak, letette magát Flying Aquangel. A favoritok még mindig együtt, de a frontban szűk egy körrel a vége előtt, jó néhány hosszas előnyben Szulejka. Szulejka igen, csak megszaladni látszik a többiekhez képest. Lakhán az, aki követi őt, majd pedig a szürke Kusztódián színei tűnnek föl Bocsival egyetemben, illetőleg ott láthatjuk meg a cseh vendéget is, Csiki Bolyt a mezőny, úgymond első felében Tunézia is pozícionálja magát. A mezőny végén egyébként terve a Hent színei látszanak, Georgiev igen, csak sokat birkózott vele, az az igazság, nagyon ment volna a telivér. Hát viszont aki nagyon megy, a Szulejka, és hossza közönével vezet Lakán, illetőleg Bocsi előtt, aztán pedig Kusztódián nincsen, tehát alapvető változásunk semmi. Tunézia is nagyjából ott a 6.-7. hely környékén látszik, illetőleg igyekszik előrefelé jönni most már lassan a cseh vendég is, Csiki Boly, de hát Szulejka nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen megszaladt a többiektől, tisztes előnye van. Aztán mögötte ott van Lakhán, Lakhán mögött pedig ott sorakozik továbbra is a mezőny egyessel Bocsi, hát ő még nem fáradt, akkor amikor közelítenek a kanyarba, Tunézia legkülső spúron igyekszik előre felemenni, ott van a cseh vendég, illetőleg Flying Aquangel is egyelőre a mezőny második felében, Aurora Muzikával egyetemben. Jó, most már a verseny utolsó 800 méter, és úgy látom, hogy talán egy gondolatnyi csökken Szulejka előnye, de ez mindig legalább 8-10 hosszas, mögötte mindig Lakán, Bocsi, Kusztódián, egymás figyelve a favoritok, még mindig hátul, persze sok van még hátra, de azért a vezető Szulejka lassaskára fordul az utolsó 400 méterre. Omoki Norbert hátra néz, Szulejkát lovagolni kell, de hát a többieket is, Lakán mellett, mögött Bocsi kezd fáradni, Kusztódián és megy visszafelé, és akkor elindul a cseh Csiki Boly, mögötte jön most már egyre inkább Flying Aquangel, illetve Tunézia, Tervelhen viszont még egyelőre hátul, Szulejka fáradt, sodorodik, Lakán fut egyelőre óriási versenyt, Lakán az élen, jön mellé mögé Csiki Boly, a cseh vendég, Szulejkának juthat egy dobogó, Flying Aquangel nem tud jönni, Tervelhen zárkozik, de lehet, hogy el fog késni, Lakán még vezet, Csiki Boly azonban egyre inkább szorongatja, megérkezik lassacskán mellé, Lakán vagy Csiki Boly, Flying Aquangel és Tervelhen, Lakán bent a falon vezet és megnyerheti a Légert, Lakán magyar győzelem a Légerben, Lakán ifja Fejér Lajossal, óriási siker a favoritok ellenében, Csiki Boly a második, Flying Aquangel, Tervelhen a harmadik és a negyedik helyen.